Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy BookTag videó lesz, amit másodjára veszek föl. Szóval, a Rapid Fire BookTaget akartam, Rapid Fire BookTaget akartam megcsinálni. Meg is csináltam, meg is vágtam, föl is töltöttem már majdnem YouTube-ra, amikor megnéztem, hogy linkelni akartam az eredeti taget, és megláttam, hogy ahonnan én szereztem magyarul a kérdéseket, azok így csak nagyon messziről hasonlítanak az eredeti kérdésekre, és nem is volt benne mindegyik, úgyhogy felveszem újra. Úgyhogy kicsit gyorsabban fogok tudni válaszolni a kérdésekre, tekintve, hogy már egyszer végigcsináltam ezt az egész taget, és megpróbálom nagyjából ugyanazokat a dolgokat elmondani, amik fontosak, és abban is benne voltak. Ezt a taget egyébként Attilánál láttam, úgyhogy tőled most, Attila, lenyúlom ezt az ötletet, és egyébként be fogom linkelni Attila csatornáját a leírásba. Jó, szóval most inkább az eredeti tag alól hoztam, és kinyomom a wifi-t, ja, de be van nyomva, jó. Szóval az eredeti tag alól hoztam most a kérdéseket angolul, most fogom itt hirtelen őket lefordítani, és akkor talán most már jó lesz. Egyébként ez a tag konkrétan olyan, hogy ilyen vagy ez, vagy azos válaszokat kell adni, tehát nem hosszú. Kifejteni nagyon ezeket a kérdéseket külön nem kell, majd egy kicsit lehet fogom őket, de akkor csapjunk is bele így másodjára is. Első kérdés, e-könyv vagy fizikai könyv? Nincs problémám az e-könyvvel, de én a fizikai könyveket jobban szeretem, azokat úgy lehet szagolgatni, meg ilyenek. De egyébként már gondolkozok egy e-könyv olvasón, mert vannak olyan könyvek, amiket nem feltétlenül szeretnék itt a polcra tenni, csak azért megvenni, hogy itt foglalják a helyet. Szóval igazából az is jó lenne. Puha kötés vagy kemény tábla? Kemény tábla, azt sokkal jobban szeretem. Meg általában szebbek is, tehát például Terry Riordan könyveim ugye végig. Egy idő után már kemény táblásban vannak meg, amiket nagyon-nagyon szeretek. Igazából annyira nem probléma a puha táblás, csak ugye általában a kemény táblás az szebb szokott lenni. Oké, online vásárlás vagy bolti vásárlás? Igazából a bolti vásárlásnak megvan a maga varázsa, hogy ott bemész a boltba, és akkor ott nézelődsz, meg ilyenek. De tekintve, hogy én annyira nem szoktam magyarul boltban venni könyveket, mert inkább Book Depository-ról rendelem a könyveimet, ezért online vásárlás. Trilógiák vagy sorozatok? Igazából ez olyan, hogy tök mindegy nekem, nincs így preferenciám a kettő közül. A sorozatok annyiból jobbak, hogy most több könyv van, de valamikor meg az baj, hogyha több könyv van, mert csak így elnyújtják a sztorit. Szóval most azt mondom, hogy sorozatok. De amúgy mind a kettő teljesen megfelel nekem. Következő, hősök vagy gonoszok? Hősök. Egy könyv, amit szeretnél, ha mindenki elolvasna. Hát az egyik az, most ide is hoztam őket, mert tudtam, hogy ezeket fogom mondani. Szóval az egyik az a Percy Jackson sorozat, mivel hogy nekem ez az egyik kedvenc sorozatom, és emiatt kezdtem elolvasni. A másik ilyen, az Így neveld a sárkányodat, amivel egyébként egész jó propagandát folytatok, mert már rengeteg ember elkezdte olvasni, azért, mert folyton azt kentálom, hogy olvassátok, úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy ezt nagyon sokkal több embernek kellene olvasnia. Ajánlj egy alulértékelt könyvet, megint, még mindig. A könyv, amit utoljára olvastál, Rick Riordantól, a Camp Jupiter Classified, és erről már ki is ment a havi értékelés, mire ez a videó kimegy. Az utolsó könyv, amit vettél, ignoráljátok a anyáik könyvjelzőjét. Egyébként nem tudom, miért számlákat használnak meg ilyeneket könyvjelzőnek, amikor van egy csomó könyvjelzőm, és adok is nekik, mikor duplázom őket, de mindegy. Ők ezeket használják. Szóval Shannon McGuire-től volt a Minden szív kaput nyit az utolsó könyv, amit vettem. A legutóbbi könyv, amit vettem. Legérdekesebb dolog, vagy legfurcsább dolog, amit könyvjelzőnek használtál, ilyen nincs, bár az előbb mutattam azt a számlát, de az anyáéké, mert Book Depository is rendelésnél általában, majdnem mindig, csak néha marad el, van egy ajándékkönyvjelző a rendelés. Ez is, mivel rengeteg könyvet rendelek Book Depository-ról és általában egyesével, ezért tele vagyok könyvjelzőkkel. Szóval én úgy olvasok, hogy mindig, mikor kiválasztom a könyvet, amit olvasok, választok hozzá egy könyvjelzőt is, ezért nem kell problémázom azon, hogy nincs könyvjelzőm. És valami mást keresnem, mert van könyvjelzőm bőven. Oké, használt könyvek? Igen vagy nem? Igazából nincs velük problémám. Nem mondom azt, hogy nem. Szimplán nekem nincsenek, meg nem veszek úgy, mert nem is azért, mert angolul veszek
jobban könyveket, mert nyilván meg lehetne őket keresni valahogy olyan is, de mármint, hogy van olyan is angolul eladó használt könyv, de hogy amiket én veszek, azok általában olyanok, hogy én töltöm föl Mojra egyáltalán az adatlapjukat, hogy be tudjam jelölni, hogy megvan, szóval így annyira nem. Meg eleve én ritkán veszek könyvet, szóval hogyha már veszek könyvet, akkor megveszem újonnan. Top 3 kedvenc műfaj. Fantasy. Hát legyen romantikus. Jöhet, hogyha az a fluffy fajta. Legyen a disztópia, mert elég sok disztópikus könyvet olvastam már. Ja, nem akarom leállítani. Jó van, teljesen szét vagyok már estve így. Kölcsön kérni vagy megvenni könyvet. Mind a kettő teljesen megfelel nekem. Karakterek vagy cselekmény? Én inkább azt mondom, hogy cselekmény, mert fontos persze az is, hogy jó karakterek legyenek, de én sokkal jobban szeretem, mikor pörögnek az események, és akkor haladunk is valamerre, és akkor amellé kellenek jó karakterek. Tehát például a Rick Riordan könyvei, azok végig olyanok, hogy folyamat történik valami, minden fejezetben megyünk és csinálunk valamit, és az nekem úgy sokkal testhez állóbb, mint az, hogy azt nézegetem, hogy a karakterek, mert persze az is tényleg jó, amikor karakterek nagyon jó fejlődéseken mennek keresztül, azzal, hogy így elmélkednek hosszú oldalakon át, de én jobban preferálom, amikor így akció van. Hosszú könyvek vagy rövid könyvek, hát igazából szerintem ez attól függ, hogy mi számít hosszúnak és mi számít rövidnek, mert nekem így a lelki határom az így a 300 oldal, tehát minden, ami 300 oldal fölötti könyv, az nekem már hosszú, és nem tudom, hogy most igazából a 300 oldal az ilyen átlagos hosszúságnak számít. Szóval azt mondom, hogy ez olyan kb. 300 oldal, ami olyan jó, mert nem is azt mondom, hogy túl kevés a sztori, és túl gyorsan haladunk, de nem is azt mondom, hogy túl hosszú. Az a pont jó. És akkor ezt így mindenki döntse el, hogy szerinte az hosszúnak vagy rövidnek számít. Hosszú vagy rövid fejezetek. Én jobban preferálom a rövid fejezeteket. Egyrészt akkor sokkal jobban úgy tűnik, mint a gyorsabban haladnál a sztorival, mint hogy folyamat újabb fejezeteket pörgetsz ki. Másrészt én szeretem úgy letenni a könyvet, hogyha valami dolgom van, és nem tudok épp olvasni tovább, hogy fejezet végén, mert az úgy jobban néz ki. Szóval ebből a szempontból a rövidebb fejezetek nekem jobbak. Nevezd meg az első 3 könyvet, amire gondolni tudsz. Most jelenleg 4 könyv ott van az ágyamon, konkrétan ott szembe velem, úgyhogy azokat tudom mondani, mert nyilván azok vannak a periférikus látásomban, is látom őket, és nem tudok másra gondolni, úgyhogy Villámtolvaj, Minden szívkaput nyit, és az igaz szerelem nem öregszik. Ez így könnyű volt. Könyvek, amik megnevettetnek, vagy könyvek, amik megsiratnak, nem szeretek szenvedni. Szenvedős könyveket olvasni sem. Nyilván olvastam már olyanokat, hogyha valakit pont kitakarom a John Green szekciómat, mindegy, szekciómat, de sokkal jobban szeretem, hogyha egy könyv megnevettet. Mert akkor valószínűleg sokkal könnyebben és gyorsabban is haladok vele, mert általában, hogyha valami sírósabb könyvet olvasok, akkor azért azt lassabban tudom olvasni, mert tudom, hogy sírás lesz a vége. A mi világunk, vagy kitalált világok? Hát a kitalált világokat a fantasy miatt sokkal jobban szeretem, mint a műfaj miatt, meg nekem elég így a való világból az, ami így van, és nem akarok folyamatosan még ilyen nagyon való világhoz ragaszkodó könyveket is olvasni, és depis lenni tőle, szóval inkább a kitalált világok. Bár tény, hogy a Rick Riordan könyvek, azok így valahol a kettő határán vannak, mert a mi világunk viszont hozzá vannak csapva a fantasy elemek. Egyébként az is teljesen jó. Teljesen jól működik, de szerintem az is ilyen félig kitaláltnak számít. Hangos könyvek, igen vagy nem? Nincs problémám a hangos könyvvel. Azt hiszem kb. A Robinson Crusoe-t hallgattam hangos könyvben. Annyi a problémám, hogy hangos könyv hallgatás az nekem kicsit olyasmi, mint amikor zenét hallgatok. Csak zenehallgatás közben tudok mást is csinálni, hangos könyv hallgatás közben meg nem. Mert hogyha a hangos könyvet hallgatok, akkor ha mást csinálok közben, ami így odafigyelést igényel, akkor nem figyelek a szövegre, amit hallgatok, úgyhogy az úgy nekem nem működik. Most Emma képeket szerkesztés közben tök jól tud hangos könyvet hallgatni, mert ugye ahhoz nem kell szöveget írni, olvasni, vagy ilyesmi. De nekem meg így nagyon olyan tevékenységem nincs, amit így tudnék hangos könyvhallgatás, ami közben tudnék hangos könyveket hallgatni. Ítélsz meg könyveket a borítójuk alapján? Nem,
Igazából nem. Nyilván egy szép borító, nekem is ez felkelti a figyelmem, de ez inkább azt szokta eldönteni, hogy meglátok egy könyvet, tetszik a borítója, és akkor, hogyha olyan a borító, akkor az jobban ösztökél arra, hogy utána nézzek annak a könyvnek, és akkor olvasok róla értékeléseket, elolvasom a fülszöveget, és utána eldöntöm, hogy ez érdekel engem tovább is, vagy csak szép volt a borítója. De úgy nem mondom azt egy könyvre, hogy ezt nem akarom egyáltalán elolvasni soha a borítója alapján, mert mondjuk csúnya. És nem fogok nagyon megvenni sem egy könyvet, csak azért, mert tetszett a borítója. Filmadaptációk, mert könyvből filmadaptáció, vagy könyvből sorozatadaptáció. Ez nehéz, mert a sorozatban általában több idő van kifejteni rendesebben a sztorit, viszont jobban nézek filmeket. Hát mondjuk, hogyha egy kötetes a könyv, akkor egy film talán jobb, kivéve ha valami nagyon hosszú könyvről van szó, ha pedig sorozat maga a könyv is, akkor lehet sokkal jobb, hogyha sorozat készül belőle. Mint most például itt a Vajákból. Igazából nem tudom, ez teljes mértékben függ attól is, hogy hogy sikerül az az adaptáció. Egy film vagy tévésorozat adaptáció, ami jobban tetszett, mint a könyv verziója. Egy, ami nekem valószínűleg örökké így az elmém beégett, az a Pótkerék a Duff Cody Kiplingertől. A filmet láttam előbb, a filmet imádtam, és utána elolvastam a könyvet. És az nagyon nem tetszett. És az utolsó kérdés pedig az, hogy sorozat vagy egyedülálló kötet, hát kapásból inkább azt mondom, hogy sorozat, mert nyilván, hogyha egy könyv sztoria nagyon megtetszik, akkor minél többet szeretnék belőle olvasni, viszont van olyan eset, amikor inkább nem kellett volna további köteteket csapni hozzá a sztorihoz, és teljesen jó lett volna egy kötetesként. És szeretném kihívni Borkát a Borkaric csatornára, mert megnéztem, ő még nem töltötte ki ezt a teget, úgyhogy most végre, azt hiszem YouTube-on most először hívok ki egyébként valakit. Úgyhogy Borka, tiéd a megtiszteltetés, szeretnélek kihívni téged erre a tegre. Remélem lesz időd, energiád, meg kedved ezt megcsinálni. Oké, és akkor így másodjára végre sikerült, talán jól megcsinálom ezt a teget, és majd valamikor megvágom és feltöltöm. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!